Gonda Mária ügyvezető igazgató számolt be az elmúlt színház éva statisztikai adatairól. Két bérlettel készültek a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Több mint 500 bérletet adtunk el a felnőtteknek. A kisiskolás és az óvodás bérletünk viszont szinte teltházzal működött, ott több mint 1000 bérlet került eladásra, így összesen 1517 darab bérlet került értékesítésre. Ez nézőszámban annyit jelent, hogy több mint 4300 néző vehetett részt a 8 darab előadáson, ami a Múzsa és az Orfeum bérlet keretében zajlott le, és szintén 4300 körüli gyermek láthatta a nekik szóló előadásokat. Volt 7 darab szabad előadásunk, ez összesen 10 előadás keretében zajlott le. Itt több mint 5200 fő látogatta az előadásokat. 1700 fő tekintette meg a 3 ingyenes előadást, amelyek a Dériné program keretében valósultak meg. Fontosnak tartjuk ezeket az előadásokat azért, hogy azoknak az embereknek is tudjunk színházi élményt nyújtani, akik esetleg nem tudják megvásárolni a bérleteket, vagy egyáltalán nem jártak még színházban, és ezek az előadások teremtenek kedvet ahhoz, hogy a későbbiekben ők is a vendégeink lehessenek. Herné Szabadi Judit közművelődési szakember adott tájékoztatást a 2024-25-ös bérletsorozatokkal, megújításokkal és vásárlásokkal, valamint a szabad előadásokkal kapcsolatban. Készültünk két felnőtt bérlettel, két gyermekbérlettel. A felnőtt bérletek közül már megszokottan a Múzsa bérlet, Orfeum bérlet, gyermekbérleteink közül pedig van egy kisiskolás bérletünk, ami az alsó tagozatosoknak szól, és van egy óvodás bérletünk, ami az ovisoknak délelőtti időpontban. Ezek a bérletes előadások, ezek műfajilag nagyon sokszínűek, van közöttük vígjáték, van közöttük nagyon komoly dráma, van közöttük pszichotriller, van prózai előadás, zenés előadás, musical, családoknak szóló, felnőtteknek szóló, mindenfélét próbáltunk úgy összeválogatni, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. És a bérletes előadásokat szabad előadások egészítik ki, amelyekre ugye nem kell az összes előadásra előre megvásárolni a jegyet, hanem egy-egy előadásra lehet venni. Ezek most úgy alakultak, hogy még több, nagyobb kínálattal tudunk készülni, mint a tavalyi évben, és ezeknek most, hála Istennek, már megvannak az időpontjai, egy kivételével, amit igyekszünk majd időben leegyeztetni, de már jegyet is lehet ezekre a szabad előadásainkra kapni. Ezt a színházi évadot egészíti ki a karácsonyi ünnepkört körül ölelő adventi programsorozatunk. A 4 adventi vasárnap mindegyikén készülünk egy-egy előadással. Az első vasárnap a gyermekeké, ott kicsi gesztenyeklub koncert szokott lenni, már évek óta ezt nagyon szeretik, a gyerekek nagyon szeretik a családot, ismerik ők a tévéből, tehát ez már visszatérő produkciónk. A második adventi vasárnap egy klasszikussal jelentkezünk, a Geszti Péter féle darabbal, a Dzsungel könyve című előadásában, a Pannonvár Színház előadásában, ez egy családi musical. A harmadik vasárnap szintén egy musicallel mutatkozunk be, ez pedig az Isten pénze című musical, ami a Charles Dickens Karácsonyi ének című darabja nyomán készült, és az utolsó vasárnap az a zenéjé, az már a karácsonyi készülődésé, kellemes karácsonyi, hogy Boldog Karácsony, Szexár címmel Jazzakata és Poják Lilla koncertjét láthatják majd az utolsó adventi vasárnap. A Látomások című kombinált táncsót szeptember 17-én és 18-án adja elő a Free Illusion produkció. A műsort eddig csak Budapesten láthatta a közönség, vidéken először Szexárdon debütál. A szexárdi szüreti napok előestéjén mindig szokott lenni egy ilyen nagy produkció. Az idén egy Queen estünk lesz. A Látomások címmel a Queen együttes dalaira összeállított zenés táncos produkció. Ez egy nagyon különleges tánc, nem néptánc, nem balett, ez akrobatikus táncot kell elképzelni, ami össze van komponálva egy 3D-s hologramos vetítéssel a Queen zenéjére. Azt kell tudni róluk, hogy az American Got Talentnek, British Got Talentnek a felfedezetjei, és innen indultak ők a világ hírnév felé, most nagy szeretettel várjuk őket Szexárdra. A másik ilyen különleges, nagy fesztiválhoz kapcsolódó előadásunk pedig a Pünkösdi Fesztivál előestéjén, csütörtökön mutatjuk be a történelmi darabunkat, a Kőszívű ember fiait, a Magyar Oktalszínház előadásában.
A bérletes időszak első előadása a Funny Money, rossz pénz nem vész el című előadás lesz a Bánfalvi Stúdió előadásában, de ezt megelőzően már van egy szabad előadásunk, az Egy Életem című produkció Szinetár Dóla egyszemélyes színházi estjével kezdődik. A bérletek már megvásárolhatóak a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában hétfőtől vasárnapig 13 órától 20 óráig.